kedves vendégek! A következő szám nagyon sok szeretettel szól. Az ifjú párra, mivel az 50. évfordulójakat ünnepli, hát ehhez méltóan az évforduló keringő megünnepeli. Amikor én idejöttem 50-be tanulónak, akkor utána ő neki nem volt más lehetőség, elhoztam magammal. Mink nagyon örültünk annak, hogy itten szakmát tudtunk tanulni Dunakeszin. Innet kerültem én el, aztán katonasághoz, ő meg itt maradt, és közben férhez ment, Pölöskei László. Hát volt én nekem munka tanulótársam, és nagyon szerettük a Lacit, mert számtalanszor, ugye mikor vége lett a munkának, akkor ő rohant ki a vonatra, hogy a csergő elmegy, azért sietek ennyire ki, szinte szaladt a kisember, és aztán örömmel jövök Szegedről, mint bátyja, legalább évente egyszer-kétszer meglátogatni. Most meg ilyen arany lakodalom alkalmából nagyon sok szerencsét, boldogságot és nagyon hosszú életet kívánok mind a kettőjüknek. Ez volt a családi ház. Elhoztam magam ma emlékeztetőnek, nem hiszem, hogy sok kép készült ebből. És azt kívánom, hogy további 50 évet is ilyen barátságban, boldogságban eltöltsünk, akkor minden jó lesz. Én itt ezzel nem látszok, mert én nyomtam a fényképezőgépet, akkor én voltam a fotós. Táncolni szeretek, és nagyon jól érezzük. Nagyon jól érezzük magukat, és nagyon nagy köszönet az ünnepelteknek, és nagyon-nagyon szép és jó minden is összetett. Hát az meg minden szép emléket felszakadt bennem, olyan szép volt. Nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok nekik. Még nagyon hosszú ideig élünk, legyünk együtt, kiránduljunk, menjünk, legyenek terveink. Drága Margitka és Lacika, legyenek együtt sok szép terveink, mint ha most kezdenénk. Kérlek, hogy semmit se védj, mert én nyelvű, ezt nem szabad. Laci bácsi, meg a Margit néni eljöttek velünk a Rámszakadékhoz, ezelőtt 2 évvel, azért az nem semmi. Nagyon köszönök nekik, és nagyon köszönöm azt, hogy ezelőtt 2 héttel meglátogatták a kis unokámat, Piris Csabán, és örömet okoztak ezzel a Rékának is, meg nekem is, hogy még ilyen aranyosak, hogy erre van erejük, hogy mindenkire oda figyellek a családba. Szívből kívánok neked jó, és én annyit csupán. Laci bácsi, üzenem, hogy nagyon sok boldogságot, és még legalább nagyon sok-sok évet kívánok hátralévőkre, ilyen egészségben legalább. Egyébként is, így a kamerán keresztül is tényleg sok-sok szeretettel kívánunk még egy jó pár évet, nem mondom, hogy mennyit, amit a Jóisten majd adni fog. Éljenek egészségben, békességben, nyugalomban, és tegyenek még annyi kirándulást, amennyit csak tudnak. Legyenek sokáig boldog. Ezt kívánok. Az egy
pedig kocsmádon. Csak annyit szeretnék mondani, hogy Margitnének köszönöm, hogy segített a kezem megműtésével kapcsolatosan orvost keresni, és egyébként is nagyon szeretem őket, mert olyan aranyos pár, és mindig érdeklődtök, hogy vagyunk, mint vagyunk, többször meglátogattatok Vörösvárra, és eljöttetek a telkünkre megnézni, hogy milyen körülmények között élünk, sőt a unokát is jöttetek nézni, és nagyon-nagyon boldog további éveket kívánok nektek. Sor lesz várom, addig sokra jár, mosok elhagyott kisnő, a peskőbe húszunk. Csókolom Laci bácsi Margit Karéni, nagyon sok boldogságot kívánok újra csak, és különösen nagyon szeretem magukat, biztosan tudják, hogy miért. Többek között az Ildikó miatt is, de ezt ugye nagyon nem szeretném emlegetni, de mindig ahhoz képest, hogy milyen keveset találkozunk, én nagyon sokat gondolok magukra, és remélem, hogy minél többet fogunk még, sokáig tetszenek boldogok lenni és egészségbe élni. És sok boldogságot még egyszer. Ki kell találni? Már megy. Sok boldogságot kívánunk a papának, mamának. Még legalább 50 melyiknek? Évig. Melyiknek? Laci Margit papának. Laci mamának. Margit mamának, Laci papának. Apámnak. Anyósodnak. 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 Apósodnak. Na, oda nézzék, hogy... Hát gyerekek, te vagy a fényerő, érted? Te nyomod itt nekem a sugarat, én nem vagy. És majom, csak jönnem mező, kérlek, hogy semmit se bír. Kedves Köröszt anyu, Köröszt apu, az 50. házasság évfordulókra nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Jó egészséget, ami a legfontosabb. Az unokákhoz is nagyon sok türelmet, egészséget, boldogságot, és a leendő dédunokákhoz is. Kívánunk nagyon-nagyon sok boldog évet még együtt, nagyon jó egészségbe, boldogságba, unokákban sok örömet, sok-sok sikert az életben is, és együtt sok egészségben, sok évet. Te is elterült, egész alá került, házasságjába alá. Martinnek és Laci bácsinak szeretettel gratulálunk, házasság évfordulójukra. Jó egészséget kívánunk még, és hosszú életet szeretteink körében. És ne feledje, hogy ez a szép, hatalmas család mindig szeretettel van körülöttük, és azért, hogy messzire vagyunk Szegeden, azért nagyon sokat gondolunk rájuk, és ezt a kedvességet ők mindig itt kelljenek és itt feküdjenek le, hogy a szegediek még azok is, akik most otthon maradtak, Sándorfalviak, szeretettel gondolnak rájuk. Békességet, sok jó egészséget, a sok megytermést a Grónárban, sok jó vásárlót a piacon, megértés, boldogságot. Eddig is kívánok. Akkor szia Margit Karéni és szia Laci bácsi! Azt szeretném mondani, hogy köszönöm szépen a meghívást erre a nevezetes eseményre. Örülök, hogy jól vagytok, és további jó egészséget szeretnék nektek kívánni, és sok boldogságot, és boldog évfordulót, és nagyon boldog új évet kívánok a 2011-re. És az anyukám is azt kívánja, aki üdvözletét küldi Szegedről. Köszönöm szépen, hogy példát mutattuk a mindenkinek azzal, hogy milyen szépen el lehet együtt élni. És
ezt akartam mondani. És minden szépen is értlálok nektek a továbbiakban, és nagyon szeretlek titeket, puszi!